Hírműsorunkat látják, köszöntöm Önöket! Tegnapi híradónkban számoltunk be arról, hogy a tanévkezdéssel együtt megkezdődött a forgalomsegítés is az iskoláknál. Ezzel párhuzamosan az iskola rendőre programot is elindította a pápai rendőrkapitányság az illetékességi területén lévő oktatási intézményekben. Az első foglalkozás egyike ma délelőtt a Gyurács Ferenc evangélikus általános iskolában zajlott. Matricákat ragasztanak a Gyurács Ferenc evangélikus általános iskola első osztályosai az Országos Baleset Megelőzési Bizottság által biztosított közlekedésbiztonsági munkafüzetbe. Az első foglalkozáson a gyalogosok közlekedéséről beszélt a kicsiknek az iskola rendőr. Arról, hogy az úton, a bicikli úton és a járdán hogy kell közlekedni. Te, hogyha gyalogosan jössz az iskolába vagy mész haza, akkor hol kell, hogy menjél? A járdán. Szerinted miért fontos az, hogy tudjátok, hogy milyen szabályokat kell betartani, amikor közlekedtek? Hogy nehogy megsérüljünk. Az iskola rendőre program keretében a pápai rendőrkapitányság illetékességi területének összes iskolájába eljutnak a rendőrök. Az iskola rendőre program alapvetően a gyermekek biztonságáért, a biztonságos közlekedésért, a gyermekbalesetek megelőzéséért jött létre, tehát kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyermekek közlekedés biztonságra nevelésére, kiegészítjük a pedagógusok és a szülők által kapott közlekedési ismereteket. A programnak része a zebra séta, vagyis a gyakorlati közlekedésbiztonsági oktatás. Szeptember végén lesz a Kressz Fest rendezvény, minden korosztály számára szerveznek baleset megelőzési foglalkozásokat, és az idei tanévben is megtartják a közlekedéshez kapcsolódó versenyeket. Természetesen nem csak baleset megelőzési foglalkozásokat tartunk, hanem igény esetén más témában is tájékoztatjuk a gyermeket. Például kedvelt témák voltak tavaly, a vagyonbiztonságot előtérbe helyező témák, hogyan legyenek a gyermekek biztonságban otthon, a közterületen vagy az iskolában, és a nagyobbaknál, a nyolcadikosoknál, középiskolásoknál pedig a drogprevenciós órák voltak kedveltek. Az iskola rendőrök elérhetőségét egyébként minden oktatási intézményben kiplakátolták, így a szülők, gyermekek, pedagógusok is közvetlenül elérhetik őket. Az iskola rendőre program mellett továbbra is működik a DADA program és az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenység is. Kikerülhetne a megtelt tábla a Pápai Humán Állatvédő Egyesület Szabó Dezső utcai telephelyére? Jelen pillanatban helyhiány miatt sajnos nem tudnak több kóbor kidobott állatot befogadni. Nagy szükségük lenne önkéntesek segítségére, akik gondoznák, etetnék, sétáltatnák a befogadott állatokat, de természetesen várják örökbefogadók jelentkezését is. Jelenleg 40 kutya és 50 cica van a Pápai Humán Állatvédő csoport gondozásában. Az állatok egy része ideiglenes befogadóknál lett otthonra. Ezekben az esetekben az Egyesület állja az állattartás költségeit, az ideiglenes befogadó helyet és szeretetet ad a kidobott állatnak. A Szabó Dezső utcai telepen 15 kutyus és 13 cica él most. Több kutyát nem tudnak befogadni az állatvédők. Jelenleg a kapacitásunk, a befogadókészségünk a maximumon van, tehát lehet látni, hogy egy kennelben több kutyus is van, van amelyikben három, úgyhogy jelen pillanatban muszáj volt létszámstoppot hirdetnünk, tehát nem tudunk több állatot befogadni. Az állatvédők őszi kampánya, hogy anyagilag támogatják a kutyák, cicák ivartalanítását, hogy kevesebb legyen a kidobott kölyök. Az a lényeg, hogy amilyen módon az Egyesület tud, mindenképpen az ivartalanításban segítene, illetve támogatja a lakosságot. Keressenek minket, van e-mail címünk, van Facebook elérhetőségünk, telefonszámaink, tehát aki hozzánk fordul, annak megpróbálunk segíteni, inkább ezen a megoldással, mint tényleg az, hogy aztán meghozzák a kiskölyök kutyákat, akikről nem tudnak gondoskodni. A Szabó Dezső utcai telephelyen az idén épített új kennelek közül kettőt már sikerült leburkolni. A tervek szerint ősszel kerül járólap még a harmadikba is. Itt is el kellene az önkéntesek segítsége. Jön, etet, takarít. Ha a sétára ugye nincs is mindenkinek kapacitása, mert azért 14-15 kutyát nyilván nem tud az ember megsétáltatni, ha egyedül van, de ilyen önkéntesekre nagyon nagy szükségünk lenne. A Pápai Humán Állatvédő Egyesület szeptember 17-én délután nyílt napot tart Szabó Dezső utcai telephelyén,
várják az érdeklődőket, látogatókat, örökbefogadókat. Már állnak a faházak az Eszterházy kastély udvarán a jövő szerdán kezdődő Pápai Csülök, Cicege és Bor fesztiválhoz. A város legnagyobb rendezvényeinek egyike idén is színes programokkal és változatos étel-ital kínálattal várja a látogatókat. A vasárnap estig tartó rendezvényen fellép a Republik Együttes, a Budapest Bár és műsort ad a Magyar Állami Népi Együttes. A fesztivál gasztronómiai és kulturális kínálatáról ma délelőtt tájékoztatták a szervezők a sajtóképviselőit. Szeptember 7-e és 11-e között zajlik idén a Pápai Csülök, Cicege és Bor fesztivál, melynek ezúttal is az Eszterházy kastély belső udvara ad otthont. A kulturális programok Bor szerdán amatőrművészeti csoportok bemutatóival kezdődnek, majd élvonalban lévő együttesek és kevésbé ismert, de kitűnő zenészekből álló zenekarok szórakoztatják az érdeklődőket 5 napon keresztül. Pénteken többek között a Forfeders Ének Együttes és a Republik zenekar, szombaton a Happy Dixieland Band és Malek Andrea, míg vasárnap a pápai közönség egyik nagy kedvence, a Budapest Bár érkezik hozzánk. A könnyű zene mellett igazi folklórparádé is várható az 5 napos rendezvényen. A Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara egy antológia keretében mutatja be a Kárpátalján élő népek gazdag, sokszínű, tradicionális kultúráját. A fesztivál ezúttal is kínál programot minden korosztálynak. A legkisebbek Eszterházy kastélyban megvalósuló manuális foglalkozásai mellé színpadi programot is terveztünk, így szombaton 17 órától Figura Ede és a Fura Figurák zenekar egy interaktív mesekoncerttel várja a kisgyermekes családokat. A szórakoztató programok mellett a gasztronómia lesz a másik főszereplő a fesztiválon. 7 magyar borvidék szőlőnedői közül választhatnak a látogatók. 17 faházban fogunk borászokat fogadni, és 2 faházban pedig pálinkások lesznek. A borászatok kiválasztásánál ismét arra törekedtünk, hogy a magyarországi borvidékek nagy része megjelenjen itt. Természetesen lesznek a közeli Somlóról borászok, Balatonfüred csopaki borvidékről, Móri borvidék, Zala, Pannonhalma, Villány, Szekszárd, Tokaj, Buda, Egyek, tehát ismét változatos kínálattal várjuk a rendezvényre kilátogatókat. A borkínálat változatosságához hasonló színes ételkínálat teszi teljessé a kulináris érvezeteket. A Cicegénél a hagyományos mellett ismét készülünk különlegességekkel is, a csülök pedig a legkülönbözőbb formákban készül el. A sült csülök mellett lesz kemencés csülök, lesz serpenyős, hagymás, rozmaringos csülök, lesz csülökkel töltött pecsenye is, tehát úgy gondolom, hogy érdemes lesz ide kilátogatni és kóstolgatni. A Pápai Csülök, Cicege és Bor fesztivál borházai szerdától péntekig 17 órakor nyitnak, de hétvégén már 15 órától várják a vendégeket. A kulturális programok pedig szerdán 18 órakor kezdődnek. A hétvégén kiváló nyári időben lesz részünk, jöjjön az időjárás jelentés. Szombaton a napsütés leginkább fátyol felhők szűrhetik, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem valószínű. A légmozgás nem lesz jelentős. A friss hajnalt követően délutánra a legtöbb helyen 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a napos fátyol felhős időben a délutáni órákra az ország nagy részén már 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Északnyugaton és néhol az északi, északkeleti tájakon feltámad a szél, a késő délutáni órákban pedig egy-egy zápor északnyugaton már kialakulhat. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, nézzék majd hétfőn is a híradót, mi várjuk Önöket, viszontlátásra!